bevezetődben beszéltél ugye a, a tiszta tudatállapotból fakadó hitről és bátorságról. És hogyha én ugye gyermekkorom óta egy bennem lévő hit, egy magasabb rendű erőben, amit hierarchikusan valahogy akarva akaratlanul magam fölé helyezek. Tehát a, az a hit, amit gyermekkora óta valaki, illetve most jelen esetben én mondjuk hordozok magamban, ez hierarjában magam fölé emelek egy energiát, egy Isten, bárhogy is hívjuk. Akadálya vagy segítség ez a tudat, a gyakorlás, illetve a tiszta tudat által elérhető bátorság és hitnek. Mindaddig, amíg ez a lény egy másik név és forma, addig akadály lehet. Tehát a mi dolgunk az, hogy ebből kivegyük azokat az attribútumokat, amely egy másik lényét teszik ezt. Ez egy nagyon nagy feladat. Hát ekkor szoktam azt mondani, hogy ne vegye át az Isten kép az Isten élmény helyét. Tehát ne vegye át a buddha neve és formája az önvalódnak a tapasztalatát. Tehát a legnehezebb az, hogy a magam fölé emelt sokkal nagyobbat, mondjuk a lényeget, a teremtőt, azt ne személyesítsem, mert ha már személyesítettem és attribútumai vannak, akkor ez már keletkezett az már a születésnek és halálnak kitett dolog. És ennek nem a személytelenítése a folyamat, hanem a meghaladása a folyamat. Tehát akkor teljes például egy lényegi tapasztalás, amikor semmiféle érzékszerű, gondolati, érzelmi tartalma már nincs. És ezért énekeljük naponta a szívszutrát, hogy úgy lepucoljuk, hogy az elme ne vetítsen rá semmit, mert rekordidő alatt megteszi pillanatok kapor kaporszakállút a lényegből. Amíg az ember csak maga fölé emel, addig magát egy alacsonyabb helyre teszi, alázat alapgyakorlat. Semmi gond. Az a hiba, hogyha a hierarchiában magad fölé helyezed, vagy hogyha megszemélyesíted. Az a hiba, ha megszemélyesíted, de ezt az elején nem tudod elkerülni. Ez olyan, mint a Mikulás. Tehát a gyerek nem tud nem hinni a Mikulásban De egy hát, ideig, az aztán. Energiaként rátekinteni. Egy az is... energia, az is megszemélyesítő. Hát az és... energiaállapot, hát tudományos, fantasztikus film, hát ezekre épül az egész. Tehát sem információ, sem energia. A fölött van, bőven. Amikor még a kettő mondjuk nem vált szét, ugye? És Istennél vala az ige. És Isten vala az ige akkor a kettő, az infó meg az energia még nem vált szét. De ezt nem tudod szavakba foglalni. De ha már megnevezed, hogy energia, akkor már van egy energiatest, egy nyaláb, egy mező, egy stb. Tehát az alázat, az, hogy van valami, ami nálam nagyobb, nemesebb, de mégis egy szikrája bennem van, ez egy nagyon jó munkahipotézis. De amíg te nem tudod attribútumaitól, elgondolt tulajdonságaitól ezt a felsőbb valamit megszabadítani, addig az egy év nem következik be. Tehát a hierarchia nagyon fontos, a megszemélyesítéstől előbb-utóbb meg kell szabadulni. És egy jó tanító ebben segít neked. Köszönöm. Szívesen. Én az emlékekről szeretnék most kérdezni, hogy nekem nagyon kevés emlékem van gyerekkoromból főleg, hogy ennek van valami jelentősége, tudattal, tehát a tisztánlátással kapcsolatban, vagy ez, ez honnan ered? Hogy most lásd tisztán, most haj tisztán, most gondolkodj tisztán, és ebben benne van az is, hogy arra emlékszel, amire most szükség van. Nem kell állandóan a szekrény mélyén kotorászni és előhúzni gyerekkori emlékeket. Az én tapasztalatom szerint a zen az úgynevezett spontán vagy helyzetfüggő memóriát erősíti. Ez az intuitív működés következménye. Képzeld el, hogy a személyiségednek ez a jóindulatúan 5-10 százalékos tudatos része egy kapuval el van választva a körülbelül 90-95 százalék tudattalantól, és ez a kapu föl is, le is úgy nyílik, ahogy éppen kell. Pont arra emlékszel, amire kell, pont azt felejted el, amit el kell, és kész. Ha ezt így belül, mint munkahipotézis fölállítod, akkor nem lesz az, hogy állandóan túl van töltve a kis operatív memóriád olyan tartalmakkal, aminek ez a pillanat, hogy semmi köze. Semmi. Egyébként a legnagyobb probléma a teljesen felesleges tudattartalmakkal, hogy nem tudsz tőlük koncentrálni, nem tudsz tőlük rendesen cselekedni, intimitásgyilkos, túltölt, felesleges. Ellenkezője itt honfitársainkkal nem nagyon szokott előfordulni, hogy nincs mire gondolni, hogy Úristen, a tudatnak most éppen nincsen tárgya, vagy nem jut eszembe a múltamból semmi. Eszünkbe jut az jó kedvel bőség, de, sőt, nem is tudunk mit kezdeni vele, mert nem dolgoztuk föl. Úgyhogy arra emlékezzél, amire szükséges, és azt felejtsd el, ami nem szükséges. És ha ez így megy, gond nélkül. Minden, minden rendben. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen többször hallottam tőled egy szakkifejezést, darma baleset. Hogy ez alatt mit értesz erről? Tudnál -e egy kicsit többet mesélni, ha megkérhetlek? Hogy... Tegnap egy olyan darma balesetem volt, amitől elfelejtettem a jelentését. Na, 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 ha, mi lesz? Tessék valami darmát mondani erre, magyarul ha emlékszel a balesetedre, akkor emlékszel a jelentésére is. Tehát tessék egy kicsit tükrözni, jó? Nem pedig benyelni az egészet így, ahogy van. Na, mondom. Tehát a darma baleset az olyan, hogy az úton nagyon sokféle identitással, önképpel, illúzióval nézünk szembe, és az ezzel való azonosulás az a baleset. Tehát Aladin és a csodalámpa azt a dísztelen réz csodalámpát keresi, és a barlangban nem érhet hozzá se a kincshez, se a gyümölcsfához, semmihez, mert akkor kővé válik. Tehát ha te megrekedsz az úton, az azért van, mert belekapaszkodtál egy ilyen ízletes, finom, gyönyörűséges karmába, és kövé váltál. És nem találtad meg azt a dísztelen lámpást, az egyszerűt és tisztát, amelyet kihoztál a barlangból, és az erőfeszítésnek a dörzsölő anyagával szépen kicsiszoltad, és akkora szellem megjelenik belőle, és buddha természeted megkérdezi tőled, hogy miben segíthetek, édes gazdám? Tehát a baleset az, amikor nem ez következik be, hanem kővé válunk a barlangban, és üvöltünk, hogy mi milyen fényesek vagyunk, holott ott vagyunk a setétben. A Dalma balesetnek a legnagyobb és legszomorúbb formája, amikor valaki azt hiszi, hogy elért valamit. És ezt hordozza is. Hirdeti is. Ez egy nagyon-nagyon szomorú baleset, és nem csak azért, mert egy hamis ént gyárt le, hanem azért, mert nagyon gyorsan megérkezik a fonákja, és akkorát kap az univerzumtól, hogy az valami elgondolhatatlan, és minél hamarabb kapja, annál jobb. Úgyhogy a darmabalesetnek a legnagyobb és a legszomorúbb változata az ez. A közepes formája az, amikor egy kicsikét a tudatta megzavarodik, mert nincs mivel azonosulnia, és akkor úgy olyan, mintha a talajt így kirántották volna a lábba alól. És akkor dekoncentrált, nem tud jelen lenni, minden tud, de semmit se tud, túl sokat ért, semmit sem tesz, apró identitás zavar. És ez mindenkivel előfordulhat. Ezért olvashatsz olyat egy zenmester feljegyzéséből, hogy amikor elkezdtem az utat, a hegyek hegyek voltak, és a vizek vizek. Amikor haladtam az úton, a hegyek nem mindig voltak hegyek, és a vizek nem mindig voltak vizek. Most, hogy a végére jutottam, a hegyek újra hegyek, és a vizek újra vizek. Jó, tehát ezek teljesen természetes velejárója a tapasztalásnak. De a legnagyobb darma baleset az, amikor nem találkozol a darmával. Ez a legnagyobb. Tehát értsd meg, amikor te idejöttél, kockázatot vállaltál. És a kockázat az, hogy megváltozol. Hogy másképp látod magadat és a világot, ahhoz képest, mielőtt idejöttél. De ezért vagy itt. Ezért vállaltad ezt, hogy legyen már valami egyéb, magasabb, tisztább, teljesebb, mint ami eddig volt. És ekközben egy csomó mindenfélen keresztül megyünk. És a használati utasítás ugyanaz, mint ebben a gyönyörű szufi mesében, hogy ne érintsd meg a gyümölcsöt a fán. Ne bonyolódj bele az ékszeres ládákba. Ne válj kővé a barlangban. A tudattalanod egyetlen egy karmájával se azonosulj. És amikor ezt a dísztelen lámpást kihoztad a napfényre, akkor lehetőleg ezt a hatalmas erőt, amely megnyilvánul, másokért használd, nem magadért. Akkor nincs baleset. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy el kell választani az együttérzést az azonosulástól. Bizony így van. és. Például hogy a családommal kapcsolatban, mondjuk a gyerekemmel kapcsolatban, ez úgy érzem, hogy ez, tehát ez, ez, ez nehezen megy, tehát az olyan, mintha kicsit úgy eltávolodnék tőle, hogy ez a gyakorlással ez megváltozik, vagy? Nem távolodsz el tőle, meghagyod az önállóságát. Onnan tudod, hogy az együttérzés mellé befér a bölcsesség. Ha túl közel vagy, ha azonosulsz a gyerek karmájával, akkor az együttérzésből agódás lesz birtoklás lesz, territorialitás lesz, féltés lesz, és a gyerek úgy fellázad, hogy az valami hihetetlen. Magyarul, ha föllázadt, akkor valamilyen hibát elkövettél, és nem merted engedni, tapasztalni. Mondjuk apukának itt azért elég fontos szerepe lenne a bölcsesség gyakorlásában úgy, hogy annyit enged tapasztalni a gyereknek, amely épp akkor nem veszélyes. Hát rakhat fát a tűzre még három-négy évesen is, de a kezét nem teheti bele. Ez kell. Tehát, hogyha jól csinálod, akkor a bölcsesség és együttérzés ki van egyensúlyozva, és nem merül föl sem a túlszoros, sem a túl laza, mint hiba. Tudom, hogy ezt így kijelenteni jól hangzik és működőképes, de megcsinálni nagyon nehéz. Ott és akkor a gyerekkel a teljesen megjósolhatatlan kis plazmakarma bármire képes, érted? Megcsinálni, hogy ez így működjön, ez egy hatalmas jelenlétet kíván, és ezért, hogyha a gyermeknevelést a gyakorlatod részeként fogod fel, már nem ugyanúgy csinálod, és már nem egóharc lesz. Nem csak akaratmérkőzés lesz, hogy azt csinálod, amit én mondok. A gyerek sose azt csinálja, amit te mondasz, hanem amit megért belőle, és amit elfogad belőle, azt fogja csinálni. Tehát az együttérzés, nagyon kell. A bölcsesség nagyon kell, de az azonosulás az nem kell, mert akkor a gyerek azt hiszi, hogy te teljesen meg akarod őt határozni, megkötni, hogy a te álmaid megvalósítója lesz, a birtokod lesz, a stb. Nem jó. Nem jó. Nem vezet jóra. Tehát amellett, hogy szeretjük, segítjük, neveljük, óvjuk, nem féltjük, nem kötjük, és nem az álmaink megvalósítója, hanem egy önálló úton járó személy, aki a karma törvénye folytán hozzánk született útja van azért, hogy felnevelődjön, hozzánk született. És az útjára kell állítani, tudatosítani kell, hogy ez vagy te, ez a világ, amiben születtél, ez az utad, járd. És ha ezt esetleg felismered, hogy milyen fontos, és megköszönöd, visszajöhetsz. Tegnap hogy értetted azt, hogy mikor valaki megkérdezte, vagy valaki azt mondta, hogy kiválasztjuk, hogy hova születünk, és akkor ráztad a fejedet. Nem úgy választjuk ki, ahogy ő gondolta. Ő azt hitte, hogy ilyen adgyal. Tehát azt az előbb mondtam, hogy a bardóban, a születetlen állapotban ott nincs agy. Az nem úgy, hogy na melyik rádió gombot nyomjam be? Ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy az összes korábbi karmádnak az eredője, az, hogy te mikor, hova, kihez születsz. És nem az, hogy te ott tudatosan választasz, mert pontosan az az elme, amiből jött a kérdés, na az ott nincs. Úgy nincs. Fogjuk fel. Úgy választasz, hogy az összes korábbi döntésednek a tehetetlensége, az irányvektora azt kijelölte. Ezért kell most nagyon rendesnek lenni az életben, mert most van szemed, amivel láss, van agyad, amivel gondolkodsz, van szíved, amivel érez. Érted? A mostani döntéseid, az inkarnálódott állapotban elkövetett és feloldott karmád azt fogja eldönteni, és nem fönt a felhő állapotban az ilyen elképzelések. Érted? Ezzel kell jól csinálni ezt az életet. Értem. És hogyha úgy kezelem a gyereket, ahogy az előbb mondtad, azzal segítem. Meg ha... fogod látni, olyan visszacsatolást fogsz kapni tőle. Tehát a gyerek ilyen szempontból, egy teljesen tiszta tükör megfelelő a kapcsolatod vele, viszont fog szeretni. Még ilyen hullámzások után is. Nem megfelelő a kapcsolatod, leválasztolsz, duális, nem szereted, a gyerek elhidegül tőled. Szenved tőle, de meg tudja csinálni. Még nagyon korán meg tudja csinálni. Tehát az a fontos, hogy minden, amit te kölcsönhatsz vele, beszéd, gondolat, érzelmek, cselekedet szintjén, egy közös térben legyen. Szándékosan nem csak úgy mondom, hogy szeretett tér, mert egy ilyen szentimentális dolog, ez még önmagában nem megoldás. Egy közös tudati térben legyen, ahogy a gyerek érzi, hogy te nem különülsz el tőle. És ez a nem elkülönülés, ez a szeretetnek a gyökere. Tehát az egységtapasztalás az a szeretet vége is, meg a kezdete is. Felnőtt életünkben végig erre vágyunk. Végig. Egy olyan nem duális állapotra, amit megélünk testileg, lelkileg. De ha tudatilag nem éljük meg, mindig szét fog esni. Mindig. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. A leborulásról tudnál pár szót mondani? Tehát, hogy milyen kapcsolatban van a meditációval, és. egyik legfontosabb sellíti, formája a és leboruló hogy hogy meditáció. A gyakorlat van, igen, elképzelni. Hát a legfontosabb formája azért, mert olyan, mint amikor a karma jegét töröd a mantra olyan, mint amikor a jeges vizet felforralod, és az ülő meditáció olyan, mint amikor a felhőket elfúvod széllel. Tehát a leborulás ez nem nélkülözhető. És amikor leborulsz, három dolog történik. Az egyik, a mikrokozmikus energiakör elkezd a megfelelő irányban menni. Tehát kilégzéskor le, belégzéskor föl, és megtanulod azt, hogy hogyan lehet a tudattartalmakat energiával uralni. Mert ki kell nyitni az üzenetet, el kell olvasni az e-mailt, reagálni kell a levélre. De nem mindegy, hogy ettől te szívinfarktust kapsz, meg agyvérzést, vagy állandó torokszorítást, vagy pedig az energiát lefelé vezérelve ezeket a központokat tehermentesíted, itt a leborulás ez nélkülözhetetlen. Második, erőteljes tantien tapasztalást. Egy olyan centered lesz, ahol a tantián, a köldökcsakra erősebb lesz, mint bármelyik más. Ez ahhoz kell, hogy a bevezetőben hallott mágnesező hatás meglegyen, és így urald a karmádat. Mert ha nem, a karmát fog uralni téged. És a harmadik pedig, kicsit reflektálva az előző kérdésre, az az univerzummal való egyéválás, mert így a személyes karmádat hátrahagyod, mert valami nagyobbnak az oltárára teszed és így a szungszánszőnyi mi idézet, hátrahagyod a karmádat, te és az univerzum egyé váltok. Ez a harmadik és nagyon fontos funkciója a leborulásnak. Tehát akkor, ha jól értem, akkor leborulással kell kezdeni, és akkor mindenképpen a folytatni meditációt. Akár tehát, három, a... akár 108, akár 600, tessen mindegy, leborulásra kezdjük. Nincs tisztelet, nem halljuk meg a tant. Semmit csak a saját ideáinknak a vízfényét várjuk, mert akkor azt szeretnénk, hogy a tanító visszaigazolja a gondolkodásunkat. És ez pont azért van, mert nem tudtuk a nem tudhatót magunk fölé emelni. A nem gondolkodó nem lett fontosabb, mint a gondolkodás. És hogyha fontos a gondolkodás, hát akkor nekem előbb-utóbb igazam van, hát én azt úgy csinálom. És a tanítónak kutya kötelessége visszaigazolni, hogy én jól gondolkodom. Uh -huh. A tanítónak az a dolga, hogy a meghaladó bölcsesség felé segítsen téged, és ezért nem törődik, hogy a karmád az éppen most milyen, hogy jó karma vagy rossz karma. Jó karma néha nehezebb meghaladni, mint a rossz karmát. Oké? Okay? Meg kell haladni különben. Ebben szeretnénk dagonyázni tovább? Hát nem gondolom. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Egy picit most összekeveredtem itt a kormával kapcsolatban, ugye itt az kérdezte, hát ugye. Hihetetlen, nem vagy egyedül, mondják. A gyerekekkel kapcsolatban, ugye, és most, hogyha magamra vetítem le, hogy én ugye miért pont azokhoz a szülőkhöz születtem, akikhez születtem. Nagyon komoly kérdés, és a gyakorlatunknak elengedhetetlen része. Amikor én erre Kóriában elkezdtem rálátni, hát akkor a leborulásaim nagyon gyorsan megszaporodtak nagyon komoly. Hát, ha azt a karmát nem haladjuk meg, végzetes és borzasztó. Nem az a baj, hogy ilyen körülmények között születtél te újra. Azért ez nem rossz. Hát nézz körül. Nem sikerült nagyon rosszul. De megismételnéd? Ugye, hogy nem? Tehát ezt így már ennek tudatában, hogy mit hoztál ide és kikhez, így már nem akarod. Valami fejlettebbet, világosabbat, jobb minőségűt szeretnél. Erről szó. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha én tudatos vagyok rá, vagyis rálátok igazából, vagy látom a karmámat, hogy miért születtem hozzájuk, mármint a szülőkhöz, akkor én a szüleimmel, vagy igazából nem is kéne kell a szülőkkel rendbetenni ezt a kapcsolatot, hanem magamba kell rendezni ezt, tehát hogy Amíg a karma fölé addig emelkedni. velük is. Ha már nem lehet, akkor csak magadban, uh -huh. távkapcsolatban, de amíg lehet, addig bizony velük is nagyon nagy szerencsémnek tartom, hogy a szomszédban élő, már majdnem 86 éves édes olyan dolgokat tudtam elmondani az elmúlt másfél év során, hogy jó, hogy testben hallotta, és nem azon kívül. De annyit tudj és láss, hogy a szülők karmája a szülőké, a sajátod, a sajátod és a kettőnek az összetartozását kell látni hogy miért tartoztok egybe. De ettől a függetlenséged, az önállóságod csak növekedhet. Nem csökkent. Ha jól látod, jól fogod föl, akkor nem anya vagy apa komplexusos leszel, hanem meg tudod köszönni a szüleidnek azt, amit adtak, megbocsátani a hibákat, amiket elkövettek, megbánni a sajátjaidat, amelyeket te követtél el, és így önállóan járni az úton egymás sokkal jobban segítve mint eddig. Még talán annyit tennék hozzá, hogy megköszönni azt, hogy megszülethettél hozzájuk és fölneveltek, ez lényeges, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szülővel való karmát a helyre tedd. Ha nem teszed a helyére, akkor állandó körforgás, szenvedtetés, egymásra mutogatás, energiavesztesség ez van. Tehát amit legelőször mondtam, hogy köszönöm, az a köszönöm az az, hogy megszülethettél, hogy egészségesen fölneveltek, és végigmentetek együtt addig, amíg te önállóvá felnőtté nem váltál. Enélkül ez nem megy. A családi karmának ez a fundamentuma. Ezt tessék megtenni. Úgy, hogy testben vannak, nagyon szerencsés. Ha már nem, akkor bizony a síron túl, de meg kell köszönni. Ez sosem késő. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés. Én az előző kérdéshez kapcsolódnék, hogy ö, itt a gyerekneveléssel kapcsolatban, ha már látom, hogy hol hibáztam a gyerekekkel kapcsolatban, akkor ez visszafordítható még? Persze, vagy jó mindig, mindig te leszel az anyjuk. Ha ők már 40 évesek és te 70 fölött, akkor is az anyjuk leszel, mm. és bizony nem szabad alábecsülni azt a kötést, ami anya és gyerek között van, bár azért másképp éli meg a gyerek a nulla és a 40 év között. Sosem késő. Nagyon kell ahhoz, hogy segítsétek egymást, mert ahogy te sem akarsz ugyanolyan szülőkhöz születni a következő életedben, nem akarsz ugyanolyan szülő sem lenni a következő életedben. Valami jobbat, valami fejlettebbet szeretnénk, és ezen is dolgozunk. Itt is alapvető jelentőség az, hogy a hibáinkat úgy ismerjük el, hogy abból a másik fél nem csinálhat egy felsőbbrendű ént. Bűntudatból nem lehet dolgozni se oda, se vissza. De tisztánlátás nélkül ugyanúgy nem lehet viszonyulni egymáshoz helyesen. Nagyon fontos a szülői önkép feladása. Nagyon nehéz. Én vagyok az anyád. Én vagyok az apád. Igen, na ezt a képet fogja szétbombázni a gyerek, mihelyt elég erős lett. Jó? Tehát ne tedd elé. Tehát az, hogy szeretlek és segítelek az utadon, ez egy nagyon szigorú kijelentés. Ez nem egy ilyen kis simogatós dolog. Az is, de nagyon gyakran nem az. Egyéb kérdés? Hát az én kislányom négy éves, és komoly viselkedés problémája van az óvodában, és ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, Apuka hogy... Apuka hol van? Hát máshol. Az a baj. Innen van a viselkedés probléma. Ezt látatlanba. Tessék apukát visszaemelni az életbe, ha heti egy napot, akkor is. A lánynak joga van hozzá. Kettőtől született, nem csak egy valakihez. Ha jót akarsz, a lányodnak megteszed. De hogy... Hogyan? Hát, hogyha nem én tehetek. Tehát, hogyha az apuka nem fordít rá annyi időt, az anyák mindig megtalálják az utat, az anyák a pusztában megtalálják az ételt a gyereknek, és a sivatagban az italt. Bocsánat, nem akarok olyan dolgot mondani, de milyen apa az, aki mondjuk egy hónapra eltűnik? Egy hónapra? Az még nem is olyan rossz, vannak évekre tűnik el. Nézd meg a lányod lelkét. op attól a pillanattól fogva, hogy a gyerek megfogant, átalakult az életetek, mert nem arról szó, hogy férj és feleség hogyan mérkőzik, hanem hogy anyák és apák lettünk, és a gyerek fontosabb, mint mi. Ez az éntelenedésnek a hétköznapi állapota, nagyon gyakran ezt nem használjuk ki az úton járásra, hanem egy ilyen handicapnek gondoljuk, hogy úristen, most akkor foglalkozni kell vele, mert ott sír. Tehát ez nem megy, és nem téged minősítelek, ne is fele. Az van, hogy mihelyt a gyereket látod, abban a pillanatban elindultál az úton, mert a belső gyereked is fejlődik, a külsővel együtt nem tud nem fejlődni. A gyereknek szüksége van mind a két szülőre, mert ő is yinből és yangból tevődik össze, és a rendező és a fegyelem az az apa, ha erre rájött, hogy az apának ez a dolga. Ha nem, akkor ő is nintendozik. Oké? Okay? És hogyha az apa nincs jelen, a gyerek életében, akkor vannak viselkedés, fegyelm és egyéb problémák. És uraim, ezt végrehajtja a gyerek úgy is, hogy te fizikailag ott vagy, de mentálisan nem. Tehát nincs alibi. Ott kell lenni a gyerekkel. Egy térben kell lenni, foglalkozni vele, és nem bebújni a képernyő mögé, és bebújtatni a gyereket a képernyő mögé, hogy akkor hogy jó, el van az audiovizuális kábítószerrel. Ez nem megy. Nagyon sok ilyet látok, mindig megbosszulja magát én egy válláson vagyok most túl, és nagyon jó a kapcsolatom a két kisgyermekemmel, és szeretnék, hogy még többet legyünk együtt, tehát kapacitálnak a felé, hogy az édesanyával hozzuk helyre. Édesanyja döntése volt, hogy az legyen vége, és én nem vagyok benne biztos, hogy ezt akarom. De a gyerekeim a legfontosabbak. Jó. Akkor legyél százszerzalékosan apa, ezt tedd meg, és hogyha csak nulla százalékban leszel férj az anyjukhoz, akkor azt is el kell tudni fogadni. Száz százalékig legyél apa, annélkül, hogy ezt az anya feleség módján tudná viszonozni neked. Mert azért itt egy nagyon komoly energia, érzékszervű és lélek kapcsolat van férj és feleség között, mert ugye anya és apa lett a házaspárból. Együtt kell lehez élni, hogy ez így működjön? Nem. Nem kell együtt élni, de így nehezebb. Láttam nagyon sok elvált családot, sokféle kultúrában, és ösztönösen rákérdeztem Belgiumban egy olyan módszerre, amit kiderült, hogy Svédországban, Skandináviában már működik. Ez az úgynevezett fészek modell. Nem a gyerek jár anyától apáig, apától anyáig, és akkor a két gyerek szoba, és hasonló, hanem a gyereknek van egy lakása, Ahova a szülők járnak. A gyerek van biztonságban és egy fix helyen, és apuka és anyuka váltja egymást az egyik és másik hálószobában. Egyébként itt az arány, hogy hogyan lehet újra normálisan együtt élni, jobb, mint amikor a gyerek megy egyik otthonból a másikba. Szegény, aki zsákjával is nem tudja, hogy éppen most neki miért kell vándorolni. Ő otthon szeretne, és vándorlás van két fél otthon között. Tehát, hogyha lehet, fészek és nem pedig vándor. Hogyha a gyereknek volt egy szerintem egy nagyon jó hozott anyaga, hogy úgy mondjam, tehát kicsinek nagyon sok lehetőség volt benne, vagy, vagy nem is az, hogy lehetőség, hanem hát ezek a tulajdonságai, őt mondjuk így te is megemlítettél, hogy fontosak a kreativitástól elkezdve ezek a dolgok, illetve spirituálisan is fejlett volt, és mondjuk, hogyha úgy látom, hogy ezt így a környezet is meg kvázi azért mi is benne vagyunk ebbe, hogy ezt így nem mondom, hogy kiöltük belőle, de hogy ezek már úgy tompultak, vagy nincsenek benne ezek a tulajdonságok, hogy mondtad, hogy ezeket fel kell ismerni, mert szülőként fel kell ismerni, hogyha esetleg hibát követtünk el, de hogy ezt csak én magamnak kell felismernem. Folyamatosan elkerülöd a saját kérdésedet. Figyeled? A gyereknek az is beletartozik a sorsába, hogy ezek a képességek például a 7 éves kor fölött szükségszerűen bezáródnak, mert erősödik a kötés ehhez az inkarnációhoz, ehhez az érzékszervi világhoz. Nagyon sok gyerek 3 és 7 éves kora között emlékszik korábbi életeire, teljesen nyitott, lát dolgokat, lát lényeket, csak a szülő nem képes érzékelni, hogy valójában mi történik, és nem érti a gyereket. Tehát az, ami a gyermekkel történik, az a saját identitás rétegeinek a megnyílása különböző életkorokban. Még a születés előtti kilenc hónapban is, amikor anyukával kommunikál, anyuka álmodik vele fogantatás előtt, ilyenek. Tehát minden réteg az övé. Az is, hogy ezek a képességek egy idő után vissza vannak zárva, hogy ezzel az élettel foglalkozzon, és amit te láttál három és 7 éves kora között, az bizony már egy archetipikus valóság lesz, egy tudat alatti valóság lesz, ami szépen alulról vezérli. Úgyhogy nem veszett el, csak tett egy kört. Majd visszajön. Erősebben. Például a tínédzserkori lázadásban, amikor keresi magát, akkor már annyira erősen, hogy hogy... vagyunk. Jó, ja, hát akkor onnan gyűl a kérdésed. Tehát miért nem ezzel kezdted? Lázad a gyerekos miért? hát azért, mert keresi önmagát, és akkor energia van benne, hogy szétüti az otthont. Hát és gondold el, hogy a különböző világvallások beavatásai, felavatásai azokon 12 éves kor környékén plusz-minusz egy. Ekkor következnek be. Az összes Ábrahámita vallásnál nézd meg. Úgyhogy ez azért kell, hogy végre kapjon szellemi irányt, kapjon utat, amely szükségszerűen elvezeti az otthontól az iskolába, a természetbe, a nagyobb társadalomba, és add meg nekik ezt. És itt is apukának óriási jelentősége van, mert az anya tartja az otthont, az apa kinyitja a világot. Úgyhogy itt közös a munka, és hogyha a gyerek megtalálja az útját, akkor elkezd menni rajta. És ezt onnan látod, hogy megszűnik lázadni. Tehát nem robbantja fel az üzemanyagot a személy közötti karmát, hanem életprogram lesz belőle. És kiviszi a világba. És önmagává válik. És megy, és halad, és tapasztal. És ha például most olyan úton halad, nem mondom, hogy nincsenek kapcsolatai, mert vannak, viszont ő most azt mondja, hogy hát, hogy ő nem szereti az embereket, mert 90 ban felesleges dolgokról beszélnek, tehát, hogy ő nem, nem, bírja ezeket. Kitűnő tanítvány. Ugye? Akkor, mert nem, nem tudtam elrönteni, hogy most ez... Ez nagyon jó. jó. Ez nagyon jó. Aztán majd megkérdezheted tőle, hogy hogyan segíted őket. Tudsz-e rajtuk segíteni, vagy pedig te is közéjük tartozol? Kik közé? Hát az a 90 százalék, aki feleslegesen itt ja, csak korzózik, és, to, és nem olyan, tudjuk, ezt... hogy mit keresnek itt a főt színén. Hát vannak ilyen tínédzserkori élmények. Ilyen. Közéjük akarsz tartozni, De... vagy nem? És ha nem, akkor hogyan különbözteted meg magad, hogy nem vagy diszkriminatív és ítéletalkotó? Hát ez egy gyönyörű nyilás. Azért mondom, hogy kitűnő tanítvány lehet belőle, mert ekkor már el akar rugaszkodni az átlagtól. De hogyha ítéletet alkot, akkor visszahullik, sőt, mélyebbre megy, mint az átlag. Magyarul hogyan segíti őket, ezeket az embereket itt. És akkor hagyjam, hogy ne szóljunk egymáshoz, nem, mint hogy nem hetekig, de hogy... De szóljunk, hiszen a szülők nem tartozhatnak abba a 90 ba Mert akkor valamit ő nem ismert föl. Nagyon fontos. Tehát tessék ezzel az elképesztő energiával, ami a gyerekben van, helyesen bánni, és a megkülönböztető bölcsességet azt úgy gyakorolni, hogy sem ítéletalkotás, sem elitizmus, sem arrogancia nem lesz belőle. A legegyszerűbb az, hogy visszafordítod saját magára ezt az energiát. Saját magát lássa ennek a tükrében. Édesfiam, akkor te hova tartozol szerinted? A tízbe vagy a kilencvenbe? És ha úgy gondolod, hogy a tízbe, te mennyivel vagy különb? Mit csinálsz másképp? Itt olyan jó meg lehet fogni. Én a gyakorlással kapcsolatban szeretnék kettőt kérdezni. Októberben kezdtem el Szati a meditációt gyakorolni minden nap. Tehát a zenmeditációban meditációban abszolút kezdő vagyok. A közösségi gyakorlásban is, legalábbis ebben a személyes fajtában. És az egyik kérdésem az az, hogy most olyan, olyan fizikai érzeteim vannak meditáció közben is, és utána is, hogy hát, mint hogyha nem tudom, egy maratont futottam volna le egyrészt, tehát nagyon kimerülve érzem magam, vagy fáradtan, de nincs, tehát nem, 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 rossz érzés ez, csak, csak nagyon érzem a, az energia hiányt. A másik pedig meditáció közben az egyik ilyen nagyon erős dolog, amit érzek, az a válfájás, amivel nekem már volt mikor elkezdtem ezt a másik típusú meditációt gyakorolni, volt ezzel dolgom, és úgy éreztem, hogy nagyrészt rá is jöttem arra, hogy ez mitől van, és el is múlt. Most viszont visszajött olyan ö, formában, amit még sose tapasztaltam. A zen meditáció során azt a mindenét. Ez valami karma te. Hát igen, az, az, igazából a kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, tehát van egy olyan, olyan sejtésem, hogy ez, ez, valami olyan fajta teher, amit csak sejtek, hogy, hogy, hogy micsoda, de nem tudom konkrétan, hogy... hogy van matematikus a családban? Nincs. Pedig a sejtéseknek ők a szakértői. Igen, akkor én vagyok a matematikus a családban. Örülök. Tehát a sejtés az addig sejtés, amit csak gondolod, hogy talán úgy van. Ezzel most másodszorban fogunk foglalkozni, az első kérdésedre visszatérve. Minden olyan meditáció, amely elsődlegesen testudatossággal jár, az szomatizálja a karmát egy bizonyos mértékig, magyarul a karmát testérzetek formájában fog kijönni. De erről a szati is szól, meg az egyebek. Tehát szomatizálod a karmát, és így a testérzetekkel való munka az a megszabadulás egyik alapköve. A zen nem csinálja ezt. A zen azt tantienre fókuszál, hogy egy darab fizikai érzékszerved nincs, nincs, ami manifestálódjon, és az energia szinted olyan magasra emelkedik egy idő után, hogy kiégeti azt a karmát, amit mondjuk testre víve fájít, fájott, stb. 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 Az egyik meditációs módszer nem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak a tünetek mások. Oké? Okay? És a zenben ne várt, hogy ilyenek lesznek, spontán megjelenik érzet itt, érzet ott, fájdalom itt, fájdalom ott, és ez el fog múlni. Tehát ahogy tisztul a test és tudatosodik a lélek, ezek elmennek. Kérdeztetek hosszú visszavonulásról, hát nekem az első 90 naposon, az első két hétben én nem tudtam elképzelni, hogy ezt az emberek végigcsinálják. Két hét után, mint te már itt a meleget, vizet, Mozogta meleget, ilyen kis nyújtó gyakorlatok, és ültem meleget, meg énekeltünk, leborultunk. Az a napi 400 az meg volt, És akkor két hét után egy olyan érzéssel volt, mintha egy ilyen pránatóban üldögél, és így fájdalommentesen, így lebegsz az egésznek a színe fölött. És eszméletlen érzés volt, amely elmúlt. Azért merem elmondani, mert ez is elmúlik, úgyhogy. Ne erre gyúrjál, hanem arra, ami nem múlik el, arra gyúrjál. Tehát ahogy az energiaszinted emelkedik, és az elmédnek a tartalma csökken, úgy ezek az érzetek is csökkennek, mert az energiaszinted megfelelő állapotban van, és a tudatod nincs szétdobva, nincs egy entropikus állapotban az állandó gondolkodás meg formálás által. Oké? Okay? Második kérdés, azért a vállalás, a tudatos vállalás az ott van a válban. Nagyon sok könyvet írtak arról, hogy milyen karmát milyen szervre, hogyan szomatizálunk. Ezt el lehet olvasni, de itt még a könyvek is különböznek. Amit te igaznak érzel belül, amely tényleg felismerte, vagy felismertette veled a szomatizált karma gyökerét, az volt a segítség. De ugyanúgy vissza kell térni a gondolkodás elé, és a jelenség formálás elé ahhoz, hogy ez ne folytatódjon. Ha folytatódik, krónikus szindróma lesz belőle, és hogyha nem tanuljuk meg azt, hogy mit tanít a test a szomatizált karmán keresztül, akkor viszont ismételni fogjuk, akár azon az áron is, hogy azt a testrészt károsítjuk, mert nem vagyunk hajlandóak megtanulni az üzenetét. És hogyha megtanuljuk, változtatunk, akkor az a szerv megszűnik visszajelezni, mert leemelted a karmádat róla. Oké? Okay? Kívánom azt, hogy test és tudatosságunkat emeljük, Haladjunk egy felébredettebb állapot felé, egyéni, páros, családi és csoportos karmánkat egyaránt tisztítsuk meg, és ezen erőfeszítés az úton való haladássá váljék. Ezáltal segíthetünk magunkon, másokon egyaránt, azért, hogy életünk végén elmondhassuk, hogy jobb állapotban hagytuk itt a Földet, mint amiben megszülettünk, és tisztább tudattal megyünk tovább, mint amit idehoztunk.